Szevasztok, én Csepó vagyok, és itt lennék egy újabb unboxing per bemutató videóval. Jó Isten, ennél jobban nem lehet beköszönni egy videóban, már túlzásba viszem az ilyen dolgokat. Na mindegy, szóval itt lennék egy unboxing per teszt videóban is, mert az elején egy unboxing videó lesz, a végén pedig ki is fogjuk próbálni a drónt. Szóval, kaptam egy kisebb csomagot a Gearbest-től, amiben van egy drón, egy ilyen okosízó, illetve egy ilyen gamer billentyűzet, és ezeket fogjuk kibontani, ki-unboxingolni, de... Szóval ebben a videóban ezzel a drónnal fogunk foglalkozni, ezt fogunk kibontani, ki-unboxingolni, illetve ezt fogjuk kipróbálni. Ez a drón pedig nem más, mint egy Vizuo, vagy Vizuo... Wi-Fi-s kamerával felszerelt drón, ami... kinézetben hasonlít egy DJI Mavic-re, ezt mindjárt meg is fogjuk nézni, hogy miért. Igazából a csomagolás az egy teljesen egyszerű csomagolás, aminek a hátulján van egy Made in China. Ez a drón XS809 H-kötőjel, V-kötőjel HD verzió, amiben egy HD-s kamera van, és ez egy Wi-Fi-s verzió. Tetejéről ennyit is, és... itt van maga a drón, ami első ránézésre, ugye mint látjuk, behajtható karok vannak rajta, tehát egyszerűbben lehet tárolni, és kis helyet foglal el. És ha kihajtjuk a karjait, akkor láthatjátok, hogy ezért nem egy túlságosan kis drón ez, és emiatt mondtam én ezt, hogy ez egy Mavic-re, ugyanis ez kinézetre egy nagyon, nagyon közeli másolata a Mavic Pro-nak, és nekem ez nagyon tetszik benne. Minden egyéb link a drónnal kapcsolatban ott lesz a videó alatt, tehát meg tudtok nézni mindent, amit szeretnétek. Szóval a drón az kívülről így néz ki. Itt van rajta ez a 720p-s kamera, amit lehet állítani, hogy milyen szögben álljon. Picikét nehézkesen lehet hozzáférni. Ha kipattintom az akkumulátort, akkor ezen is ott a kis logó, és ez egy 900 mAh akkumulátor, amivel nagyjából egy olyan 10-15 percet bír, ezt nem mondom biztosra, de szerintem, hogy a kamerával, meg wifi, meg mindenben van rajta kapcsolva, akkor szerintem egy 10 perc nagyjából a repülési idő. Van egy USB töltőrész is, tehát USB-vel lehet tölteni az akkumulátort. Ezt csak egyszerűen megfogjátok, rákeljátok a telefon töltőtökre, és akkor feltöltitek a taksit, és ennyire egyszerű az egész. És a következő dolog, ami van a csomagolásban, az pedig a távirányító, ami a drón alatt volt. Eléggé hasonlít egy kontrollerre ez a távirányító. Nekem nagyon tetszik, nagyon bejön, nem túl nagy. Igazából mondhatni, hogy kézre áll. Ez viszont elemmel működik, tehát mint láthatjátok, itt van a hátulján az a kis fedő, amit le tudunk csavarozni, és bele tudunk rakni három nagyobb fajta A-ás elemet. Ja, két A-s elemet. Itt van rajta minden gomb, amit be lehet kezelni. Felül itt a flip, mert tud ilyen 360 fokos fordulatokat, előre, hátra, össze-vissza, illetve a gyorsága a drónnak, hogy milyen gyorsan szeretnénk, hogy menjen. Illetve még egy dolog, amit tetszik a távirányítóban, az pedig nem más, mint ez a kis fül, amit fel tudunk hajtani, és igazából ebbe lehet belerakni a telefonunkat. Áú, ez hangos volt. Meg itt az elején eltöröm az egészet. Ha bekapcsoljuk a drónt, és rácsatlakozunk a drónnak a wifi-re a telefonunkkal, akkor van egy alkalmazás, amin keresztül tudjuk nézni azt, hogy mit lát a drón, tehát úgy tudjuk vezetni a drónt, hogy közben élőben látjuk azt, hogy mit is lát a drón. Ezt jól megmondtam, szóval távirányítóról ennyit. A dobozban még ez alatt a kis hülyeség alatt van egy csomag minden jó dolog, tehát kapunk még plusz két aksit, ami azt jelenti, hogy nagyjából ezzel a három aksival összesen hát egy bő 30 percet simán tudjuk reptetni a drónt. Szóval jár még hozzá négy darab propeller, négy darab gyári propeller, hogyha meg lezuhanna és széttörne a propeller, akkor még kaptok hozzá gyárilag négy darabot, amit ki tudtok cserélni, úgyhogy ez tök jó. Következő az egy kis USB kábel, egyszerű kis USB kábel, amit adtak hozzá, hogy azért legyen, de szerintem bármilyen más telefontöltő, vagy bármivel lehet tölteni az aksit. Jár hozzá egy kis csavarhúzó is, tehát a mindenre gondoltak, szerintem ezt azért küldték, mivel a távirányító hátulja az csavaros, tehát itt ki kell csavarni. És itt ide kell berakni ezt a három elemet, ami... fel is készültem, és vettem előre egy csomag elemet, úgyhogy ezeket már használtam is, szóval... gyere ki!
Visszacsavarozzuk, azért a biztonság arra figyeltek, hogy véletlenül kiessen az elem, miközben rátettem. És amit még kihagytunk, az egy manuális füzet, egy használati utasítás, amit el lehet olvasni, hogyha okulni szeretnénk, hogy mit hogyan kell kezelni, mit hogyan kell csinálni. És egy dolog, amiről még nem beszéltem, az pedig nem más, hogy a drónhoz, hogyha még elején félsz tőle, vagy tényleg, hogyha olyan helyre repteted, én szerintem majdnem minden alkalommal rajta lesz, ez pedig nem más, mint ilyen propeller védő kis műanyag valami. Tehát, és akkor már is nagyobb biztonságban vagyunk, picivel így még nagyobb lett a drón, meg még durvábban néz ki, mert nekem jobban tetszik propeller védő nélkül, de hát mint láthatjátok, így már van egy elég nagy mérete a drónnak, szóval hogyha ezzel reptetitek, mit tudom, az első pár reptetésnél, hogyha mit tudom én valaki venni egy ilyen drónt, akkor nagyon ajánlom neki, hogy legyen rajta propeller védő, mert nem esne jól az első pillanatban neki repülni egy oszlopnak vagy valaminek, és amiatt menne tönkre a propeller, mert azért ez jó sok mindentől megvéd, hogyha falnak megy neki, egy villanyoszlopnak vagy bármi másnak, akkor ez megvédi a propellert. Én most itt benne nem szeretném reptetni, mert elég kis szoba az enyém, és én itt nagyon nem szívesen reptetném, úgyhogy jön a videó következő része, ahol kint a szabadban kipróbáljuk a drónt. Összegezve ez egy rohadt menő drón, tudásához képest elég jó ára van. Ahogy kinéz, az brutál, tehát tényleg nagyon jól néz ki, és ami a legjobb benne, hogy kinézete sokkal komolyabb és menőbbnek tűnik. Tehát ezért is hívom ezt a drónt ilyen DJI Mavic klónnak. Irányítani rohadt egyszerű, pár alkalom után meg lehet szokni, hozzá lehet szokni. Elég gyors és stabil, persze szélben azért elkezd kicsit kóvályogni, de ez a súlya miatt is van, mivel elég könnyű. A wifi-s kamera tökéletesen működik, szinte semmi késés nincs, mikor rátettem a drón és a telefon között. Viszont ha már kicsit messzebb elküldöm, akkor majd gyakorozik és valahogy megszakad a jel. Szóval itt is az alkalmazás, amit említettem, ez pedig nem más, mint az XSW UFO, azaz UFO alkalmazás, amit már ami fel is van telepítve nekem. És ha megnyitjuk, akkor ezen belül, itt ha rámegyünk a play gombra, akkor bejön ez az interfész, ahol lehet irányítani a drónt, és itt jön az, hogy rá kell csatlakozni ilyenkor a wifi-re. Most bekapcsoltam a drónt, és elvileg itt meg fog nekünk jelenni egy wifi 720p-s cucc, amire tudunk csatlakozni, addig frissítem. Szóval itt látjátok, itt ez a wifi 720p, erre rácsatlakozunk, és itt ha most már rámegyünk a play gombra, akkor elvileg már látszik is az, amit a drón vesz, tehát most ha feljebb emelem, akkor látjátok, hogy ott vagyok én. Tehát annyira nincsenek jó fényviszonyok a szobában, de mint látjátok, ilyen a kamerának a minősége. Csak gondoltam, ezt bemutatom videóban, hogyan is kell kezelni. Szóval ennyi lett volna a videó erről a drónról, remélem tetszett nektek. Hogyha szeretnétek ilyen drónt vásárolni, vagy felkeltette az érdeklődéseteket, akkor minden link lent lesz a leírásban. Szóval ennyi lett volna ez a videó. Ha szeretnétek még ezt hasonló videókat, ezt hasonló unboxingokat, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb. Addig is, sziasztok!